Jó estét kívánok! Önök az Alaegerszegi Televízió Egerszegi Esték című közéleti magazinját látják. Mai adásunkban 2+1 témával foglalkozunk, mindjárt mondom is, hogy mi lesz az a plusz egy. Előjáróban annyit, hogy elsőként egy érdekes kötetet mutatunk majd be önöknek. Reméljük, hogy megjön a kedvük, hogy majd készhez vegyék ezt a kis írományt. Érdemes lesz, ezt mindjárt megtudakoljuk. Aztán utána ez a plusz egy lesz, hiszen ma itt az Alaegerszegen elkezdődött a mobil járműipari és logisztikai szakkiállítás, illetve konferencia. Deutsch Tamás beszédét nézhetik majd meg a kedves nézők. Végül pedig robotok szállják majd meg itt az Egerszegi Esték termét, és majd mutatunk egy pár érdekességet is. Ezek várják majd önöket a mai napon. Elsőként azonban dr. Horváth Zsoltot, a Lenti János Bíróság elnökét és a kötet szerzőjét köszöntöm. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez a kötet, amiről beszélünk egyébként, a bírósági históriák. Ez nem is olyan régen került bemutatásra, és számos érdekes történetet tartalmaz. Én nekem tegnap volt szerencsém végigolvasni ezt a kötetet, és két dolog meg is ragadt bennem, amit majd mindenképpen megkérdezek. Mielőtt viszont erre rátérnénk, egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan keletkezett ez a kis mű. Az Alaegerszegi Törvényszéken most már évek óta működik egy úgynevezett bíróságtörténeti munkacsoport. Azért van ez így, mert az Országos Bírósági Hivatal az utóbbi időben nagyon kedveli ezt a témát, és nagyon felkapta a bírósági hagyományápolás történet megállapításnak a témakörét, és eltérben pályázatokat is ír ki a törvényszékek részére. Talán nem szerénytelenség, de azt kell mondanom, hogy az Alaegerszegi Törvényszék élen jár ebben a programban. Több folyó munkánk is van. Ezek részben szakmai jellegű kiadványok, és szeretnénk és történettudományi kiadványokat is megjelentetni, ilyen munkák is folynak, de hangsúlyt fektetünk a dolog népszerűsítő, kicsit populáris oldalára. Ez a kiadvány az utóbbiak a körébe tartozik. Igazából szeretnénk egy kicsit időutazásra hívni az olvasót, bepillantást nyerni abba, hogy milyen volt 80-100-120 évvel ezelőtt a bíróságok falai közötti élet, a munka. Tényleg, ha valaki végigolvasta ezt a kis kiadványt, ebben lévő kis epizódokat, láthatja, hogy nézett ki 100 évvel ezelőtt egy bírói szoba, hogy dolgoztak, milyen munkakörülmények között dolgoztak a tisztviselők, a dolgozók, vagy milyen problémák foglalkoztatták az akkori bírósági vezetőket. Ha már a bírósági szobáknál tartunk, akkor gyakorlatilag már az első történet egy érdekességet mutat be, méghozzá azt, hogy egy Wertheim páncél szekrényt feltört valaki, és hát onnan eltulajdonított pénzösszeget. Ami érdekesség, hogy bemutatjuk ezt, bemutatja a kötet maga, hogy hogyan zajlott akkor ez a feltárás, mi történt, honnan kellett új páncélszekrényt beszerezni. Viszont, ami engem inkább érdekel, hogy meglett-e a tolvaj? Folytattunk erre nézve kutatásokat, de úgy tűnik, hogy egyébként a tolvajt nem találták meg. Szerencsés volt akkor. Akrobatikus ügyességgel mászott fel akkoriban a törvényszéken, felújítási munkák folytak, és tudomásunk szerint beállványozták az épületet. Közelmúltban is láttunk ilyent, és az állványokon keresztül jutott fel az emeletre, feszítette be az ablakot, majd pedig tulajdonképpen klasszikus kasszafúró módszerrel nyitotta fel a Wertheim szekrényt, és elvitt belőle mindent, minden értéket. Tényleg az utolsó fillérig. Amit a mai napig nem tudjuk, hogy hol van. És ami még érdekes ebben, hogy ugye akkor éppen a gazdasági világválság éveit élte Magyarország, és a törvényszéknek valahonnan keríteni kellett egy másik páncélszekrényt. De mi ennek a történet? Ez nagyon érdekes egyébként. Ugye maga az elkövetés időpontja az november 1-én volt. Ennek azért volt jelentősége, mert a törvényszék október végén elköltötte tulajdonképpen a fűtésre való keretét. Így éppenséggel nem volt nekik túl sok pénze. Akkoriban pedig szigorú előírás volt, hogy ilyen összegeket, elnöki letéteket, illetve ellátmányt csak is zárható páncélszekrényben tarthattak. A probléma az volt, hogy első pillanatra úgy tűnt, hogy a páncélszekrényt olyan mértékben megrongálta az elkövető, hogy ez már javíthatatlan volt, ebből indultak ki. Márpedig egy ilyen páncélszekrénynek, egy újnak az ára elég borsos volt akkoriban, nem jutott rá pénz. És így elkezdett a törvényszéki elnök telefonálgatni, hogy hol lehetne egy ilyen darabot beszerezni, és hát nehéz dolga volt. Végül is az Alföldről sikerült egyet hozatni. Akkori költségként egyébként 121 pengőért hozta el a MÁV, és még további 10 pengőt kellett fizetni az alaegerszegi fuvarosnak, aki az alaegerszegi pályaudvarról elvitte ezt a nehéz darabot a törvényszékre. Jól is volt, majd tulajdonképpen teljesen véletlenül a törvényszék elnöke egyszer összefutott a kutatások szerint ebédelés közben egy zalaegerszegi lakatos mesterrel, és szóba került ez a
félretett páncélszekrény, megrobbált páncélszekrény ügye. A lakatos megmondta, hogy megnézné ő azt nagyon szívesen, meg is tekintette, és közölte, hogy ő ezt szerintem meg tudja javítani. 56 pengőért meg is csinálta egyébként. De mivel kettő volt, ezért a világválság volt, ugye ezt tovább kellett adni, volt is helye egyébként. Már rögtön tényleg egy ilyen érdekes történettel kezdődik maga a mű, de aztán tovább lapozva vannak még itt finomságok, hogyha így fogalmazhatok. Például, hogyha most csak a Mindszenty, készülő Mindszenty Emlékmúzeum kapcsán is van egy nagyon érdekes adalék, ez pedig az a himnuszper, amiről nem nagyon hallanak az emberek manapság. Ugye itt arról van szó, hogy Mindszenty és a helyi megyei lap egy kicsit összevesz, de pontosan mi? Igen, tehát a kötetben egyébként hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne csak könnyedebb, hanem kicsit komolyabb, magvasabb témák is legyenek. Nem csak a Mindszenty téma ilyen, hanem aki elolvassa, kézbe veszi, az rájön arra, hogy elgondolkodtató történetek is vannak. Ez eset egyébként arról szólt, abban az időben viszonylag fel jól ismert probléma volt az, hogy lehet-e a himnuszt énekelni a templomban. A Mindszentynek erről sajátos véleménye volt. Tulajdonképpen ő kérlelhetetlenül képviselte a vallási elveket. Na most ezzel kapcsolatban ki is vonult egyszer a templomból emiatt, Zalaegerszegen, mégpedig március 15-én történt ez 1934-ben. Na most a helyi lap, szélső jobboldali nap, lapilap szerkesztője ezt zokon vette, és különféle jelzőket illette a tiszteletesnek a munkáját. Erre viszont persze egy sajtóhadjárat indult, és kölcsönösen tulajdonképpen feljelentették egymást. Úgy került a dolog a bíróságra, hogy egyrészt pótmagánvádas eljárás volt, másrészt becsületsértési eljárás volt, és bizony az zalaegerszegi bírák úgy döntöttek, hogy ezt a pert ők nem kívánják lefolytatni. És tulajdonképpen erről, hogy ők hogy nyilatkoztak erre, és hogy álltak ehhez a problémához, erre találtunk egy nagyon szép forrást, amit sikerült ebben a kötetben bemutatni. Fontosnak tartom azt, hogy valamennyi olyan történet, ami ebben a kiadványban megjelent, az eredeti levéltári forráson alapul, és ezek mind-mind elfeledett történetek voltak. Tényleg a levéltárnak a legmélyéről sikerült ezeket úgy előásni, és talán úgy tálalni, hogy ez nem csak a vágyfölű jogászok számára, hanem az egyszerű hétköznapi ember, érdeklődő emberek számára is olvasmányos, követhető és érdekes legyen. Az én figyelmemet egyébként még, ami így felkeltette, az mindenképpen az, amikor a zárt szobában maradt egy hölgy, és hát egy jogi képviselő, az mondjuk egy nagyon érdekes sztori, de ezt már nem mondjuk elolvassa el mindenki. Mennyi munkát igényel egyébként egy ekkora kötet elkészítése? Aki ezzel foglalkozik, azt gondolom, annak viszonylag egyszerűen össze tudja hozni. Nekem az a nehézség benne, hogy én gyakorló bíró vagyok, és így módon a munkaidőm eléggé telített. Úgyhogy amikor a nyári ítélkezés szünet van, akkor kell megértetnem a feleségemmel, hogy én most elvonulok a levéltárba kutatni, szerencsére ő nagyon megértő ebben. Úgyhogy én nekem a hobbim, ezt tudják rólam is, korábban én dolgoztam a levéltárban, és ott szívtam magamba tulajdonképpen a jogtörténetnek a szeretetét, ott plantálták, ez belém egy nagyon jó közösség volt, alkotó közösségből, és az mai napig tulajdonképpen bennem van. Ezt hasznosítom azóta is a bírói munkám mellett, szabadidőmben. Lesz ennek folytatása, vagy esetleg más megközelítésből más érdekes történetek feldolgozása? Mint már mondtam, folyamatban vannak továbbra is bíróság történeti feltáró munkák. Az Országos Bírósági Hivatal támogatja ezt különféle pályázati forrásokból. Jelen pillanatban inkább szakmai jellegű munkákban gondolkodunk. Készül egy bíróság történeti archantológia például. Jelenleg ez tölti ki a munkáknak az egészét. De egyébként nem zárjuk ki, hogy amennyiben a fogadtatás ennek a kötetnek kedvező lesz, akkor ezt folytatjuk. Nekem van tervem egyébként ebben, nagyon a forrásokban már az 1950-es évek bírósági falain belül történő történetek is vannak. Én beleolvastam ezekbe, és az ember el sem tudja gondolni, hogy milyen hihetetlen történetek voltak akkor is abban az igazi kemény diktatúra világában a bírósági falakon belül. Egyébként ehhez a kötethez hogyan lehet hozzájutni? Mert már annyit beszéltünk róla, csak hát nem mondtuk el, hogy hogyan lehet elérni. Én úgy tudom, hogy a különféle túrinformirodákban a bíróság ezeket ingyenesen az érdeklődőknek a rendelkezésre bocsátja. Könyvtárak számára is a
a törvényszék ezt elküldte, illetve természetesen bárki részére, aki ezt igényli, a bíróságon ingyenesen a rendelkezésre bocsátjuk. Egy percünk marad, de arról még mindenképpen beszéljünk, hogy magának a szerzőnek melyik volt a legérdekesebb történet? Nekem megmondom őszintén, a kedvencem talán a Kesszei járásbíróság elnökével történt eset volt a II. Világháború alatt, amikor ő tulajdonképpen bírósági elnökként egy teljesen hétköznapi ebédelés során tette egy olyan kijelentést, ami miatt nagyon komolyan meghurcolták. Ez a kijelentés pedig a zsidó munkaszolgálatosokat ért atrocitások miatt volt. Nagyon méltatlan eljárás alá vonták emiatt, és nagyon komolyan meg kellett küzdeni a felettesének is azért, hogy őt a pozíciójában tartsa. Nagyon érdekes, hogy meg sikerült tartani a pozícióját, de amikor ugye a háború végével a bíróikkal lecserélésre került, akkor ő volt az egyik, mint az első, akit elbocsátottak. Ő egy elég gerinces, őszinte, szókimondó ember volt, és a háború után ennek az új rendszernek ilyen bírókra már nem volt szüksége. Izgatottan várjuk, hogy majd az akkori rendszernek akkor milyen érdekes történetei lesznek. Dr. Horváth Zsoltnak köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ahogy már említettem, a mai napon kezdődött Zalaegerszegen az a kétnapos járműipari és logisztikai konferencia, illetve szakkiállítás, amelyen a nemzetünk legfontosabb első emberei voltak jelen, úgy mint például Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, vagy éppen Dajcs Tamás a digitális jólét program megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos. Ő egyébként azt méltatta, hogy ma került aláírásra az a szerződés, amelynek értelmében az 5. generációs mobilhálózat egyik fellegvára éppen Zalaegerszeg lesz. Nézzük most meg, hogy mit mondott Dajcs Tamás ezzel kapcsolatban. Amikor a Zalaegerszeg mellett épülő, az önvezető autók, a kapcsolódó autók tesztelésére is alkalmas tesztpálya beruházásáról beszélünk, amikor most engedjék meg, hogy rövidítve mondjam, az 5G kísérleti programról beszélünk, és arról beszélünk, hogy ezek a nagyszerű fejlesztések Zalaegerszegen, illetve Zalaegerszeg térségében valósulnak meg, akkor tisztelettel ajánlom mindenki figyelmébe, valószínűleg elsősorban nem a zalaegerszegiek figyelmébe kell ajánlanom, hogy ezek a beruházások nem ajándékként érkeznek az ország különböző pontjaira. Mindenhol, ahol ilyen jelentőségű, ilyen fontosságú, ilyen különösen jelentős hatással bíró fejlesztések történnek, ezek azt jelentik, hogy az ott élő emberek, az ott tevékenykedő szakemberek, az ott dolgozó kis- és középvállalkozások, a térségben működő oktatási és tudományos intézmények, az ezekben az intézményekben dolgozó szakemberek a teljesítményük által szolgáltak arra rá, hogy ilyen jelentős fejlesztések történjenek. Ezért engedjék meg, hogy elsőként a jelenlévő zalaegerszegieknek, az önkormányzat vezetőinek és a zalaegerszegi gazdasági élet szereplőinek, a különböző tudományos intézmények képviselőinek, a közigazgatás munkatársainak mondjak köszönetet, hogy az eddig nyújtott teljesítményükkel alkalmasak voltak arra, hogy ezek a rendkívül nagy jelentőségű fejlesztési programok itt Zalaegerszegen, illetve Zalaegerszeg térségében valósuljanak meg. Ezt őszintén tiszta szívből tudom mondani, mert Zalaegerszeg kitüntetett jelentőséggel bír a személyes életemben is. Nem magamról, hanem Zalaegerszegről szeretnék beszélni. A múltban is így volt ez, hiszen annak idején itt lehettem katona. Zalaegerszeget szerettem, a katonaságot már kevésbé. A jelenben is így van, mert talán a sportszeretők tudják, Bence fiam a most lassan véget érő szezonban a Zalaegerszegi Torna 1-et, MB2-es labdarúgó csapatát erősítette. Remélem, ez nem az atyai elfogultság, hanem a szigorú és kritikus zalaegerszegi futballszurkolók is így gondolják. És így lesz ez a jövőben is. Katona már nem leszek, az egészen biztos, a sorkötelezettség megszűnt. Az, hogy Bence fiam futballkarrierje hol folytatódik, az gondolom az előttünk álló hetek döntése. De egy bizonyos, hogy Zalaegerszeg kitüntetett jelentőséggel bír majd
a személyes életemben, sokunk személyes életében, hiszen ez az 5G fejlesztés, amivel kapcsolatos megállapodás aláírására kerül most sor, ez mindannyiunk személyes életét fogja meghatározni. Nem csak a Zalaegerszegen élőkét, nem csak a járműiparban dolgozókét, nem csak a gazdasági életnek ezzel a területével foglalkozó szakemberek és üzleti szereplők életét, hanem mindannyiunk életét, minden magyar polgár életét. Ma Magyarországon rendkívül ambiciózus digitális infrastruktúra fejlesztési programok zajlanak. A szupergyors internet program egy olyan fejlesztés, ami ugyancsak egy közös európai program, mi magyarok 2 esztendővel korábban. A közös európai céldátum, elnézést kérek a szörnyű kifejezésért, a 2020. december 31-i határidőhöz képest 2 esztendővel korábban, 2018 végére teljesítjük, megvalósítjuk azt a fejlesztést, aminek köszönhetően minden otthonba, minden gazdasági társaság ingatlanába, minden közintézménybe eljut a szupergyors internet. A magyarországi mobilszolgáltatók a 2014-es frekvencia tender után a szerződéseik alapján nagyon jelentős a mobil adatforgalom internet hálózatot segítő fejlesztéseket hajtanak végre. Elismerés ezekért a fejlesztésekért, valahogy a közép-európai pánpesszimizmusban a sikereinkről általában vagy hallgatni kell, vagy szinte bocsánatot kell kérnünk, ne tegyük ezt. A magyarországi 4G mobilhálózat a világ 3. legfejlettebb mobilhálózata volt 2016-ban. Ez közös sikerünk. Zajlik a kormányzati digitális hálózatnak a fejlesztése, ugyancsak szép kifejezés, nemzeti távközlési gerinchálózat. És zajlik egy negyedik, de nem a sor végén szereplő infrastruktúra fejlesztés, ez pedig a magyar egyetemek, kutatóintézetek, közgyűjtemények számára a digitális hálózati szolgáltatásokat nyújtó állami infrastruktúra fejlesztés. És ehhez kapcsolódik, erre épül az a nem csupán Magyarországon kiemelkedő jelentőséggel, nem csupán a térségben, és nem csupán Európában, hanem világméretű összevetésben is kiemelkedő jelentőségű fejlesztés, hogy itt Zalaegerszegen, Zalaegerszeg térségében a tesztpályán és okos városi fejlesztéseket megvalósítva Zalaegerszeg városában is az 5G mobil adatátviteli technológiát megvalósító fejlesztés fog kialakulni. Krisz Matthiesen úrral, a T-csoportékom vezérigazgatójával beszéltünk, és abban egyetértettünk, ő kiváló szakember ezen a területen is, hogy nem csupán egy szám a különbség. A 4G és az 5G között nem csupán az a különbség, hogy egy egyel nagyobb számot írunk a G betű elé. Ez egy teljesen új lehetőséget biztosít az üzleti élet számára. Ennélkül a technológia nélkül az önvezető autók kipróbálása és alkalmazása lehetetlen. Ennélkül elképzelhetetlen, hogy egyébként a gazdasági élet legkülönbözőbb területein a digitalizáció előnyeit élvezni tudjuk. Olyan sávszélességet, olyan adatátviteli gyorsaságot jelent, olyan mértékben csökkenti le a késleltetés idejét, ahogy az adat eljut az egyik szenzortól a másikig, ami egy teljesen új filozófiájú, egy teljesen új alkalmazási lehetőségeket megvalósító fejlesztés. Mindez valóság. Nem holnap vagy holnap után kezdődik, hanem ma elkezdődik itt Magyarországon, Közép-Európában, Zalaegerszegen. Az a lehetőségünk, hogy ennek a technológiának a világméretű szabványosítását tudjuk befolyásolni, és az az egyértelmű célunk, hogy Magyarország azon országok sorába tartozzon, amelyik a 2020-as években, a 21. század 3. évtizedének az elején a világ azon országainak a sorába tartozik, ahol elsők között fogják ezt a technológiát alkalmazni. A hétköznapi életben, az üzleti életben, a kutatásfejlesztésben, a legfontosabb területeken. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, éppen ezért engedjék meg, hogy azzal fejezzem be, amivel kezdtem. Szívből gratulálok a város vezetőinek, szívből gratulálok az üzleti élet szereplőinek, a szakmai, a tudományos élet vezetőinek ahhoz a teljesítményhez, amely teljesítmény nélkül ez a mai megállapodás nem jöhetett volna létre. Zalaegerszeg kiemelkedő közreműködése, eddigi teljesítménye tette alkalmassá, hogy ez a tesztpálya,
és a tesztpálya környezetéhez a várost is érintő 5G fejlesztés megvalósuljon. Az az egyértelmű célunk, hogy abban a rendkívül sok lehetőséget teremtő és rendkívül reményteljes változásban, amit digitalizációnak hívunk, mi magyarok, minden magyar polgár, minden vállalkozás, a magyar nemzetgazdaság, a magyar nemzet győztes legyen. És erre a győzelemre minden esélyünk megvan. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egyszer köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a figyelmüket, ami megtisztelő volt. Ez volt a Deutsch Tamás digitális jólét program megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos beszéde, és ahogy ő is említette, a jövő elkezdődött Zalaegerszegen, de a jövő gyakorlatilag megérkezett az egerszegi esték stúdiójába is. Köszöntöm Csókási Tibort, a Bagodi Fekete István általános iskola pedagógusát, jó estét! Jó, és két ifjoncot, Nemes Dávidot és Nemes Bencét, szervusztok! No hát, amit a kedves nézők láthatnak az asztalon, azok robotok. Mit kell ezekről a robotokról tudni, és hogyan kapcsolódik mindenhez a Bagodi iskola? Ezek normál Lego robotok, azzal a kiegészítéssel, hogy motorok vannak benne, különböző szenzorok vannak benne, és hát van egy fontos dolog, egy ilyen téglának nevezett központi egység, ami akkumulátor és programozni lehet. Kinek köszönhető ez a robot? Először Dávidra nézek, hogy te neked mi a szereped ebben a robot elkészítésében? Hát ugye az iskolában csapatokba álltunk össze, és így csapatokkal összeraktunk mindig egy-egy féle robotot. És a testvér? Ő? Ő miben vette ki a részét ebből a kis fejlesztésből, mini fejlesztésből? Hát igazából én főként programozni szeretem a robotot, szóval az építés inkább a többiekre maradt. Na, szóval akkor neked köszönhető, hogy most akkor itt mozog ez a kis robot nagyjából. Tanár úrat arról kérdezném, hogy 5.-7. osztályosoknak hirdették meg most először ezt a robotikát. Hogyan kell ezt elképzelni, hogyan lehet oktatni ezt az iskolai körülmények között? Hát egy nemzeti tehetségprogram keretében indult nálunk ezen, úgyhogy előírás volt, hogy válogassuk ki a úgymond tehetséges gyerekeket, úgyhogy egy ilyen gyakorlat és elméleti tesztet töltöttek ki a jelentkezők, és azok alapján került be egy 12 tanuló. Ami fontos, hogy általános iskolásokról beszélünk, hogy nem programozni tanítom őket, hanem problémát megoldani. Tehát úgy kezdjük mindig, hogy itt van egy marék Lego, rakjuk össze, utána induljunk el mondjuk a fal fele, de úgy, hogy előtte 10 perccel álljunk, vagy 10 centiméterre álljunk meg, és akkor így felvetődik minden óra elején egy probléma, és ezt megpróbáljuk megoldani a robottal. Nézzük is akkor még, hogy hogyan is működik ez a robot, mi állítja össze, hogyan működik. Egy kicsit mutassuk be a nézőknek, hogy kell elképzelni a 21. századot. No, hát ez például itt egy alaprobot, amin minden érzékelő fent van, amiből áll, ugye ez a központi egység, ez az úgynevezett tégla. Alul ezen vannak motorok, 2 darab motor, hátul ütközés érzékelő, elől, ami lefele néz, van egy színérzékelő, elől itt felszereltünk rá egy távolságérzékelőt, illetve van rajta egy ilyen úgynevezett gyroszenzor, ami elfordulást tud mérni. És hát ezeket az értékeket mi le tudjuk kérdezni a programból, és így állítjuk össze a programot. Megnézzük, hogy milyen értéket ad vissza a távolságérzékelő. Ha közelebb van, mint 10 cm az akadály, akkor mondjuk azt a motornak, hogy álljon meg. Itt nagyon mozog az egyik robotról, amit kell tudni. Őt is egy gyro szenzor vezérli, és úgy állítja be a kerekeket, kerékenek a fordulását, hogyha el akar dőlni a robot mondjuk előre, akkor ugye alágurul, vagy ha hátra akar dőlni, akkor hátragurul, és hát így egyensúlyozó tulajdonképpen. Lego 22. századi, ezt így is mondhatnám. Dávidot kérdezem, hogy te miért csatlakoztál, vagy mi az, amiben te meglátod a fantáziát abban, amikor mondták, hogy van egy ilyen lehetőség? Hát, hogy ugye alapvetően Legóból lehet összeépíteni, és ugye mindenki szeret legózni, és hogy ezt programozni lehet, az még tök érdekes, szerintem. És Bence, neked ez a programozás, ez így gyakorlatilag anyatejjel magadba szívtad, vagy inkább ezen a pályán akarsz majd elindulni, és ezért vetetted be ezt a munkát? Igen, ezen a pályán szeretnék elindulni, és már régóta szerettem volna programozni, és ez remek lehetőség. És egyébként számítógépen is írtok programokat, vagy csak kifejezetten így mondjuk ennek a robotikának? Hát egyelőre még másra, nem csak a robotra. Hogy zajlik egyébként egy ilyen tanúra? Beültök, tanár úr elmondja, hogy most ezt a problémát megoldjuk, és akkor mindenki neki áll gondolkodni. Ti hogyan vetitek bele magatokat a probléma megoldásba? Hát elkezdünk rá gondolkodni, hogyha most, hogy hogyan lehetne megoldani. Szóval, hogy
elkezdjük csinálni a programot ugye egy grafikus felületen. És először például a csapattársakkal átgondoljuk, hogy hogyan lehetne az, hogy az egész szetnek nekiállni, és hogy mivel kezdjük, aztán pedig közösen elkezdjük csinálni. Melyik volt a legizgalmasabb része az egész évnek? Hát nekem például legjobban ez a robot tetszett. Igen, évvégén választhatunk, hogy melyiket szeretnénk megcsinálni, és lecsaptunk erre. És neked, Dávid? Nekem is ez, amikor az új robotokat összeraktuk, mert ugye évelején mindenki egy olyannal kezdett, és utána választhattunk, hogy melyiket szeretnénk összerakni. Ez a robot például a Bencéké. Milyen útravalóval mennek egy-egy óráról el a gyerekek, és hogyan tudják ezt majd későbbiekben hasznosítani akár? Hát a legfontosabb ugye az, hogy a problémát hogyan oldjuk meg, hogy érdemes próbálkozni. Most is ezekkel a robotokkal is voltam, hogy összeraktuk, leírás szerint, és vajon mégsem ment. És hát akkor ugye neki kell állni megkeresni, hogy mi a probléma. Volt úgy, hogy rossz helyre dugtuk a kábelt, volt úgy, hogy nem jó volt összerakva mégis. Szétszedjük, összerakjuk, és akkor jó, örülünk neki. Hogyan kezdődött egyébként a történet? Tehát ugye megvolt ez a program, kiírták, jelentkeztek, és akkor volt egy kör, aki azt mondta, hogy akkor én belevettem magamat. No, de hát akkor, amikor ilyen csodák születnek minden órán, vagy legalábbis az egész évfolyam során, akkor nem volt az, hogy sokan mondták, hogy hú, hát akkor én is jövök, én még ezt szeretném. Tehát így gyakorlatilag egy picit megelőlegezném azt a kérdést is, hogy a jövőre nézve ezt folytatják-e, és hogyha igen, akkor már, hogyha tudják mérni, akkor mekkora az érdeklődés erre? Hát először ugye csak az infoterembe csinálgattuk a kis programjainkat, aztán akkor lett nagy az érdeklődés, amikor kimentünk ilyen robotokkal a folyosóra, és akkor ott elkezdtek sipolni, meg menni előre-hátra, akkor minden osztályból kiréztek a gyerekek, hogy itt mi van, ő is szeretne robotika szakkörre járni. Úgyhogy tetszik a gyerekeknek. Holnap lesz egyébként az áruünnepség ennek a tehetségprogramnak, ahol bemutatjuk az egész iskolának ezeket a robotokat, meg egy kis fényképet, egy kis videót, hogy mi is történt tulajdonképpen ott az egész évben. És hát jövőre újra megpályáztunk egy ilyen nemzeti tehetségprogramos pályázatot. Ezen a pénzen szeretnénk majd venni újabb szenzorokat. Egy nagyon fontos eleme lenne még ennek a robotkészletnek a megújuló energia készlet, amivel a gyerekek tudnak napelemmel napenergiát mérni, szélturbinával szélerősséget mérni. Illetve hát, ami az idén nem került bele, és számomra nagyon izgalmas, hogy ezek a robotok egymással is tudnak kommunikálni Bluetooth-on keresztül. Úgyhogy a haladó csoporttal, akik az idén ugye tanultak és jövőre tovább jönnek, ővelük ezt szeretnénk megoldani. Srácok, ti egyébként készültök-e valami hasonló pályára, illetve úgy gondoljátok, most nyilván fiatalok vagytok, de el tudnátok magatokat képzelni valami nagy cégnél, ahol mondjuk ilyen robotokat gyártunk, mondjuk egy jó cirka 20-30 év múlva? Hát igen, mindketten ilyen programozás és informatikáron szeretnénk tovább menni középiskolába. És kitűzött célok? Nekem konkrétan a programozás, szoftveres programozás. Azt szeretnél lenni akkor, hogyha nagy leszel. Igen. Akkor még annyit nézzünk meg, egy percünk maradt, hogyha holnap elmegyünk erre a bemutatóra, ugye ez délután 3 órakor kezdődik az önök bemutatója Bagodi Fekete István Általános Iskolában, akkor azon túl, hogy bemutatják ezeket, lesz egy kis, hát hogy is mondjam, ilyen hírverése ugye mindenki számára, hogy ebbe érdemes belefogni, és esetleg tudnak-e példát mutatni más iskoláknak, főleg annak a szempontjából, hogy ma bejelentették, hogy egy 5. generációs mobilhálózat épül a térségben, szóval tudnak-e egy ilyen mintaiskolává válni, mint ahogy mondjuk bázisvárossá vált ma Zalaegerszeg? Persze, természetesen, hogyha valaki érdeklődik nálunk, vagy esetleg segítségre van szüksége, akkor nagyon szívesen segítünk bárkinek. Megvan az összes anyag, ami alapján a gyerekekkel ezt átvettük, van hozzá egy szuper jó tankönyv, amiből ezt lehet tanulni vagy tanítani, úgyhogy bárkinek nagyon szívesen segítünk, hogy ezt a gyerekekkel meg tudja ismertetni. Akkor önök lehetnek a robotika egyik bázis iskolája. Csókási Tibornak, Nemes Bencének és Nemes Dávidnak köszönöm szépen, hogy itt voltak, és itt voltatok. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, műsorunkkal legközelebb majd jövő héten kedden találkozhatnak, akkor Fraunhofer Márta kolléganőm várja önöket, a viszontlátásra. Műsorvezetőnket a Saxo London öltözteti.